Az egyik nagy különlegessége ennek a budapesti rajzgyűjteménynek és a német rajzcsoportnak 53 rajz, amelyik egy művésztől származik, akit Augustin Hirschvogelnek hívtak. Egy nürnbergi üvegablakfestő család egyik fontos tagja volt. Augustin Hirschvogel 53 lapos sorozata egy vadászat ábrázolásokból álló sorozat. Ezek a körülbelül 20-22 cm átmérőjű, hol kerek, hol pedig négyzetes ábrázolások. Olyan üvegablakok előrajzai szolgáltak, amelyek ugyanekkorák voltak. Ezek kis kabinetképek voltak, és magánházakba kerültek. Ennek is van magyarázata, ugyanis 1525-ben vált hivatalossá Nürnbergben a reformáció. Korábban a Hirschvogel műhely Dürerrel és a Dürer műhelyel is együtt dolgozva nagy egyházi templomi megrendeléseknek tett eleget. A reformáció beköszöntével ezek az egyházi megbízások mind megszűntek. Ezek helyett magán megrendeléseket kellett teljesíteniük és világi témákra áttérniük, mint például a vadászat vagy a hónapábrázolások. A mókus vadászat egy kereküvegablaknak az előrajza, amely szerencsés módon fenn is maradt, és ma Németországban, Erbach kastélyában látható. A budapesti rajzon itt sajnos nem látszik a mókus, legfeljebb csak a farkát lehet felfedezni, viszont az üvegablakon jól látható a mókus, és ez alapján tudjuk, hogy a rajzon is hol kellene keresni.